Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Dodge Charger következő epizódjával, az 53-as résszel. Nézzük meg, mit is figyeljétek ezt a Challenger-t, azt a betyáreget. Na, azt mondja, hogy ez megint egy olyan videó lesz, ahol szinte még 5 percet se töltünk el magával szerintem a szereléssel, ahogy én így nézegettem. Én kis hamis, tehát sok minden nem található benne, azt mondja 2 ülés, azt mondja igen, tehát az ülésnek a szerelése lesz, 2 darab ülés és egy biztonsági öv. Na, tehát, oké, nyissuk ki a dobozt. Szuper. Kell nekünk gyerekek gumi. Azt hittem valami kemény szar lesz, de nem, ilyen gumi. Jó. Mert itt van maga az ülés. Itt van maga a a biztonsági öv. Nem rossz. De most hogy fűzzük be? Na, tehát itt van ő. Itt befűzzük elvileg. Igen. Közben a kollégám hív, azt most kinyomjuk. Még így, utána itt elő be kell fűzni. Várjatok csak, itt lenni kéne nekem egy kéznél egy ilyennek. Aztán lehet, hogy nem is kell, csak simán itt bedobom. Hogyne. Hogy. Elvileg. Jó. Oké. Elvileg ezt csak össze lehet így pattintani. Össze lehetne, de ez nem pattan össze. Hát jó, egy gyerek, ez belemegy, de ilyen kis. Na jó, mindegy, ez a lényeg, hogy ez itt megvan. Oké. Aha, és csak kell szerelnünk. Ja igen, nem kell összepantintani. Jó. Tehát maga ezt a fémet kell, azt mondja, ide belehelyeznünk. Hát gondolom nem az aljába, mert oda nem megy. Én. Tehát így valahogy bedobjuk. Jó, tehát valahogy ezt kell ide. Ezt a gumit kell ide valahogy rátennünk. Hát igen. Mert ezek mennek ide. Így, ez meg ide. Jó, és 2 darab csavart kell beleraknunk, ennyi. Srácok, tehát ez ennyit tart ez a szerelés. Jó, nem baj, mert 11 órakor lehet, hogy amúgy is el kell mennem. Jó, még nincs 11 óra.
De a párom egy szünetre akkor fog hívni, és akkor jelenés van, tudjátok. Na de várjátok. Menjen valahogy kiokoskodjuk ezt a csavar elhelyezést. Hát lehet, hogy másik csavarhúzóval jobb lesz, de nem hiszem, ez is olyan, hogy... Na, várjatok, mert ez itt. Úgy kéne belekapatni, hogy jó legyen. Komolyan ez a fény, amit én ide csináltam, ez olyan, mintha adtam volna szarnak egy pofon, gyerekek, mert ez annyira... Ja, jó, ezt már nem tudom. De várjátok, lehet, hogy tudom még. Nem tudom. Nem tudok emelni rajta, nem tudok. Inkább nem piszkálom, mert utána meg... Utána meg csak nekem. Ez több problémám. Ne. Srácok! Egy csavar elveszett. Picsába! Jó, van extra csavarunk, de... Nem is lehet meghúzni, mert ez a gumi véletlenül itt. Jó, azért van rajta ilyen alátét, hogy... De akkor is. Jó, nem veszett el a csavar, mert meg lesz. Meg van extra csavar, tehát így nem, nincs probléma. Főleg ha... Srácok, ezt nagyon elkúrtam, ezt a fényt itt. Mindegy, ez a rész, ez így fog. Következő rész meg már nem tudom, hol fogom összerakni, akkor már ez az íróasztalom nem lesz itt. Szóval... Nem tudom, srácok. Ja, hát ennyi. Ezzel még húzunk. Mert úgy látom, lehet. Többet nem. Na, srácok, hát... Akkor a... Ez az ülés, ez ennyi. Hát ez megint egy olyan szerelés volt, hogyha az embernek egy ilyet kéne csinálni, nem biztos, hogy adna érte pénzt. Mert hogy egy ennyi szerelés. Jó, persze ez majd itt. Ja, hogy itt van ezen a részen mutatja, hogy izé. Hogy azt a két csavart be kell csavarozni. Oda. Na jó, mindegy, hát. Azt megcsináltuk. De hogy ezt melyik rész lesz, ez nem tudom. Hát lehet, hogy ez még nem ide való. Lehet, hogy nem ide való, mert itt ez valaminek neki fog menni.
Meg itt is van még ilyen csavar. Szóval ez lehet, hogy... Hát biztos, hogy első ülés, csak még oda lehet, hogy lesz valami konvert, vagy valami ízi. Na mindegy, srácok, a elveszett csavart megkeresem. És ennyi. Majd jövök a következő részre. Látjátok, ez ilyen, ennyi. Tehát ezek nem tudok vele mit csinálni. Ilyen kiszerelések. Gyorsan megcsinálom a vágóképeket is addig. Még nem kell telefonálnom. Szóval, ja, ennyi. Na, srácok, akkor jók legyetek. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. És nem tudom, mikor kerül ki ez a videó, szóval ha valami olyankor kerül ki, akkor boldog karácsonyt mindenkinek. Jók legyetek, fiúk. És üdvözlöm a családotokat. Legyetek boldogok mindig. Sziasztok!